szót, képviselő. Sikerült szétszerelnem a mikrofon, bocsánat. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és tisztelt képviselőtársaim, és borkészítők, borászok, és magyar borfogyasztók, és minden olyan magyar emberhez is szeretnék szólni, akiknek fontos tényleg a magyar bor ügye, és ezért is van az, hogy most itt ilyen eléggé kiemelt, és lehet azt mondani ünnepélyes, vagy legalábbis felelős hangvételben folyik a vita a házban, hiszen mindenkinek az az érdeke, legalábbis úgy gondolom, a jó hiszem és jó akaratú borkedvelő magyar embereknek, és a magyar nemzetgazdaságot és a magyar nemzet értékeit kedvelő embereknek, hogy egy olyan bor szabályozást legyen Magyarországon, ami valóban azt a bizonyos osztrák példát legalább megüti, hozzátéve azt a főszabályt, hogy elfogult a nyugodt, hogy jelentsük ki, hogy ezen a magyar bornál nincs jobb a világon, csak nekünk idézőjelesen csak azt kell megtennünk, hogy valóra váltsuk azt a jelszót, amit már nyilván ezerszer elmondtak, és el kell mondanunk, hogy ugye a jóbornak is kell a cégér. És én igazából azzal kezdeném, majd lesz néhány konkrét módosítási javaslatunk is, jobbító szándékú kezdeményezés. Erről is majd szeretnék beszélni, meg egy kicsit általánosságban még a borászat és a magyar bor helyzetéről, így mint borfogyasztó próbálnék nyilatkozni, nem mint természetesen a szakma felkent tudora, csak mint Tifán Zsolt borait is tisztelő és fogyasztó, és sok más borát ismerő, meg borászt is ismerő ember próbálnék itt hozzátenni egy-két gondolatot. Tehát én ugye bormarketinggel zárta előző gondolatait Türi Kovács Béla képviselőtársunk, és én, mint a Európa Tanács parlamenti közgyűlésének magyar tagja, aki ugye hivatalból is kell járjak külföldre, elsősorban most itt jelen esetben Elzászba, hivatalos ugye magyar államot képviselve, a magyar önrendelkezésért küzdve. Hát nagyon ambivalens érzéseket jelent ugye egy ilyen kinti tartózkodás, hiszen egyrészt látja az ember azt a hihetetlenül dübörgő, nagyon stabil lábakon álló borkultúrát, és az emögött álló teljes öntudatos gazdasági rendszert, ami ott mondjuk 100 év alatt 5-ször cserélt gazdát, tehát nem egy könnyű életű régiója Európának, de mégis most tulajdonképpen ottani borászokkal is beszélgetve, akik persze szintén azért panaszkodnak egy picit, de hát, hogy mondjam, az ő panaszaik azért viszonylag másként mérhetőek, mint azon magyar borászok panaszai, akik mondjuk az adminisztrációs terhektől nyögnek, vagy mindig a jövedéki hatóságnak a túlzottan fiskális szemléletének a nyűgjeit kell elszenvedjék, és persze a piaccal is küzdenek, meg egyáltalán a bekerülési költségek, művelési költségekkel és sok más alultőkésítés és egyéb más problémákkal, tehát más típusú problémák vannak. Egyet viszont biztosan látni, amit itt Ivan is képviselőtársunk ugye mondott, ugye az őrvidéki ugye borfogyasztási kultúráról, hogy gyakorlatilag kezdve az Európa Tanács mondjuk büféjétől, a legutolsó elzászi strasbourgi étterem kínálatától gyakorlatilag a fő szabály az, hogy elzászi bort kínálnak, tesznek a vendégasztalára. Tehát gyakorlatilag ide azért úgy gondolom, hogy ha nem jutunk el, nyilván ezt nem lehet, hogy mondjam, kényszerítő erővel, diktatórikus eszközökkel elérni, de azért lehet ösztönözni, lehet ezt szabályozókkal elősegíteni, akár gondolva mondjuk éppen a Magyar Országgyűlés büféjének ugye borkínálatára is, amelyben szerencsére vannak magyar borok, de hát finoman fogalmazva nem olyan szintű mondjuk, nem azt mondom, hogy ez a legfőbb kérdés, az ember ne fogyasszon itt ugye bort, nem az a legfőbb kérdés, az ember most milyen bort fogyaszt a Magyar Országgyűlésben, de egyáltalán ez egy szimbolikus jel is arra, hogy azért itt nagyon komoly gondok vannak, és akkor menjünk tovább, mondjuk éppen ugye Horthy Miklós kormányzó úr szoboravatásán Csókakőn jártam, most szombaton egy nagyon felemelő és szép ünnepség keretében történt meg ez a szoboravatás, illetve a tér, Nagy-Magyarország téri átnevezése az ottani fideszes polgármester élénk részvételével dicsérhető módon, és akkor megpróbáltunk az egyik kis kulturált helyi étteremben ugye bort kérni, és hát ugye ráadásul ugye ez a Móri borvidéknek egyik ugye zászlós települése Csókakő, és hát bizony, hát finoman szóval gondok voltak ezzel a borkéréssel, tehát gyakorlatilag egy kancsóban kihozott nagyon
hát gyenge minőségi dolog került elő. Nyilván az ember elvárta volna, hogy mondjuk a helyi, mondjuk a móri borvidék mondjuk 5-6 kellemes, könnyű borát legalább kínálatként felkínálják, nem a magas árkategóriából. Tehát itt gyakorlatilag a végigmegyünk, a magyar gasztronómia ezer problémája sejlik fel. Egy a lényeg, hogy a magyar borfogyasztás fellendítése a magyar borászat egyik kulcs eleme, és a magyar borexport ugye növelése. Na most a borexportnál vagyunk, ott pedig tényleg úgy érzem, hogy egészen méltánytalan és elfogadatlan helyzet, és nagyon kérem tényleg az összes döntéshozót miniszteriális szinten, meg ugye a képviselői sorainkban is, akik tényleg ugye zászlós hajói ugye a magyar borügyének, hogy ezen mindenképpen, ahogy mi szoktuk mondani, radikális változás kell. Tehát egy megengedhetetlen az, hogy mondjuk az Európai Parlament kínálatában is például most már mondjuk van egy-két magyar bortétel, de gyakorlatilag a magyar bor még mindig lényegében a futottak mély kategóriában szerepel, ha egyáltalán szerepel a kinti áruházak polcain, és egyáltalán a bor ismertség szintje tényleg talán ugye a tokai bor és ezek egri bikavérhez tapadó emlékekből fakadóan ezen túl már szinte alig-alig jelenik meg. Tehát ez egy döntő jelentőség, hiszen legyünk büszkék erre, ez egy olyan érték, olyan hungarikum a magyar bor különleges, semmivel nem pótolható íze és minősége, ami egy óriási lendítő erőt jelenthet. Annak minden árulékos elemével, hiszen ugye a elcsatolt örvidéki borvidéken, soproni borvidéken például hihetetlen erővel párosul az ottani jó minőségi bortermeléshez egy nagyon komoly turizmus, egy nagyon komoly gasztronómiai kultúra. Szégyen szemre azt kell tapasztalni, hogy gyakorlatilag az ember ott jobbakat tud már szinte enni mondjuk a Fertőtó melletti borvidékek éttermeiben, amikor az ember ugye azt mondja, hogy hát nálunk senki nem csinálja jobban mint a rántott húst vagy bármit, hát igenis gyakorlatilag azt kell mondani, hogy hát szégyen szemre a gasztronómiai kultúra ott is magasabb szinten állt. Úgyhogy nagyon sok a feladat, de a előttünk levő bortörvény kapcsán konkrétan az első számú felvetésem az lenne, hogy egyrészt megdicsérem a törvény előterjesztésében közreműködőket, és esetben Tiffán Zsolt képviselő urat is, hogy itt az egy széleskörű egyeztetés folyt le. Itt le is ellenőriztem, itt néhány szekszárdi borásszal beszéltem, akik tényleg így közel állnak így hozzám, szívem, ízlésben, és ők megerősítették, hogy valóban volt egy többkörös egyeztetés, tehát bevonták a borászokat ennek a törvényjavaslatnak az előkészítésébe. Mondjuk annyit mondtak, csak ők a végleges, benyújtott javaslatot már nem látták, tehát kvázi egy ilyen zárókörre nem nyílott lehetőségük arra, hogy esetleg még a végleges változathoz hozzá szóljanak. Meg hát picit rövid is volt a határidő, mert ugye hétfőn került most ennek a törvénynek a vitája most napirendre, tehát lehet, hogy egy picit még az utolsó szakaszra több időt kellett volna hagyni. Mindenképpen üdvözölték, ugye, akik nyilatkoztak, üdvözölték ennek a törvénynek házeli vitelét, és összességében támogathatónak tartják. Van egy-két olyan elem, amit viszont hiányolnak belőle, amit én is hiányolok. Igazából tegnap is sokszor volt a saláta törvényekről, arról, hogy elharapozott ugye az a szokás, hogy nem egy életviszony csoporthoz tartozó témát is ugye egy törvénybe zsúfoltan szabályoz az országgyűlés, köztársaság elnök úr már többiet visszaküldött tegnap is, meg korábban is. Most viszont éppen azt hiányoljuk, és ők hiányolják is, hogy az a jövedéki teher és adminisztrációs teher probléma, ami még mindig nyomja a borászok vállát, a borkísérőlapnak a duplikát kitöltése, ami tulajdonképpen jellegzete vagy adattartalmát tekintve lényegében, ahogy ők mondják, semmilyen többlettartalmat nem jelent a mondjuk egy számla kellékeihez képest, amit mondjuk a jövedéki engedélyszámmal és egyebekkel felszerelünk, akkor már kielégíteni a egy hatóságba tömörített jövedék és adószerveket. Tehát tényleg az adóraktárakként való működtetése a nagyobb borraktáraknak, hogy ott irreálisan nagy adminisztrációs terhek jelentkeznek, míg ha mondjuk egy kiskereskedelmi egységbe kikerülnek már ezek, akkor ott sokkal lazább a szabályozás, ez egy kicsit diszkriminatív is, meg valóban a nagyobb termelőket sokkal nagyobb teherviselésre kényszeríti. Tehát magyarul egy hiányérzet fogalmazódik meg, ha úgy tetszik, hogy jó lett volna a szükséges, és egyébként mondjuk
részben Európai Uniós szabályozásból fakadó szabályok beemelése mellett ezeket az adminisztratív terheket ebbe a törvénycsomagba ágyazva egyidejűleg radikálisan csökkenteni. Annak érdekében, hogy végre tényleg azzal tudjanak foglalkozni a tisztességes borászok, amivel szeretnének, tehát a jó minőségű bor készítésével. Amit konkrétan fel is vetnék, és ezt módosítási javaslat formájában be is nyújtunk Magyar Zoltán képviselőtársammal, ez szintén egy olyan téma, amit ezek a borászok, akiket megkérdeztem, a jó ötletnek tartanak. Mégpedig a következőről van szó, ez a bizonyos borkivágási szabály, tehát a javaslatnak a negyedik szakaszában szereplő rendelkezés, ami ugye egy elég rigorózus, kemény szabályt emel be a mostani szabály helyett. Ugye ez a bizonyos 3 éven keresztül, ha nem műveli az ültetvényt, akkor a hegybűr elrendelheti az ültetvény kivágását, ha egészségügyi kockázatot jelent a szomszédos ültetvényre, illetve a műveletlen ültetvény más ültetvény megközelítését akadályozza. Ez, mint egy főszabály, tulajdonképpen egy jó eszköz lehet arra, hogy valóban a spekulációs célra megvásárolt, jó fekvésű, magas minőséget produkáló szőlőtermő területek valóban ne parlagon heverjenek, hanem azt tényleg tisztességes szőlőművelők művelhessék, és ugye ezzel az egész borvidék, illetve az egész nemzetgazdaság emelkedjen, a magyar bortermelés erősödjön. Viszont azért ez egy ilyen nagyon fűnyíró elvű szabály, és én kitaláltam egy olyan megoldást, amit neki nagyon tetszett azoknak a bortermelőknek, akikkel beszéltem, és remélem, hogy az előterjesztőknek is, és Tifán képviselő is támogatni fogja, hogy egy ilyen fokozatossági elvet kellene bevezetni, ami röviden úgy szólna, hogy ha beáll ez a helyzet, hogy 3 éven keresztül nem művelik a területet, és ez nyilván veszélyeztetheti, akadályozhatja valóban a szomszédos borterületek, vagy szőlőterületek művelőit, kénytelen mondjuk permetezni mondjuk ezt a területet is, ami el van anyagolva, vagy nehogy a saját területét visszafertőzze, stb. Miért ne adhatnánk törvényes, alaptörvényel összeegyeztethető módon egyfajta kényszerbérlet lehetőséget, miért tudnánk megteremteni egy ilyen területre, ami röviden azt jelenteni, hogy a helyben lakó borászok, és különösen a szomszédos terület borászai számára egyfajta előbérleti jog nyílna meg az ilyen szőlőterületek hasznosítása tekintetében, nyilván egy helyben szokásos piaci mértékű bérleti díj, hasznosítási díj megfizetése mellett, egy hegybíró döntése alapján. Tehát, hogy ne elsőként a kivágást legyen megoldás, hiszen elmondják ezek a borászok, hogy nagyon, tehát fáj a szívük, mert szeretnének egy picit növekedni, erősödni, minden vállalkozásnak azért ez egy fogalmi eleme, hogy kicsit növekedjen, erősödjön, és fáj a szívük a legszebb, legjobb részeken. Sok éves, nagyon jó minőségű szőlőültetvények vannak, amelyeket tényleg nem művelnek, mert vagy spekulációs célra vették meg, vagy külföldre távoztak, ugye elhagyták a hazát, vagy Isten tudja milyen okból nem művelik. Miért vágnánk ki ezt a szőlőt, miért ne tehetnénk meg azt, hogy ilyenkor a föld, termőföld analógián egy kicsit előbérleti jogot biztosítsunk egyfajta kényszerbérlettel a helyben lakó, helyben működő borászok számára, vagy szőlőtermelők számára. A második kategória lenne, ez már egy erősebb, de a kényszer értékesítés, tehát ez kicsit a kisajátítással hasonló szabály, de úgy érzem, megvizsgáltuk, utána néztünk, úgy érezzük, hogy az alaptörvényel összeegyeztethető, tulajdonosi korlátozás jelent. Tehát magyarul a legvégső esetben, vagy dönthet ugye hegybíró, hogy igenis kiadja, hogy értékesítésre rendeli ezt a területet, kvázi kisajátítja, de úgy, hogy a helyben lakó megint szőlőtermelők első elővásárlási jogot élvezhessenek, és csak a legvégső esetben történne meg a szőlőnek a kivágása, ami azért nem jó, és hát óriási mennyiségben történt ez meg, nem csak ugye a szőlővel, hanem ugye a gyümölcsfákkal. Ennek köszönhető ugye gyakorlatilag most már az, hogy nem szabolcsi alma van, minden harmadik almaként európai almafogyasztók asztalán dél-tiroli alma, amely közel sem a jó minőségű, csak hát a dél-tiroliak nagyon szorgalmasak és nagyon ügyesek, és jó a ottani szövetkezeti rendszer, mert ugye nem csak az alma, egyébként a bortermelők is ugye szövetkezeti rendszerben működnek ott jó részt. Egy a lényeg, hogy én ezt a szabályt ajánlom a tisztelt képviselőtársak figyelmébe, bízva abban, hogy ez támogatást nyer, mi ezt benyújtjuk, és bízunk benne, hogy elfogadást nyerhet. Amiben egy kérdésem volna viszont, hogy ugye Európai Unió szabályozás átvételéről van szó bizonyos elemeiben. Ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni Európai Unió szakjogászként, hogy nyilatkozzon arra az előterjesztő, hogy milyen mértékű ez az átvétel, ez a megfelelés. Tehát, hogy egy maximális mértékű, minimális mértékű, közepes mértékű, mennyire kényszerjellegű ez elem.
például, hogy 3,6 millió forintot kell fizetni hektáronként mondjuk a jogellenesen szőlőt telepítő ültetvény tulajdonosnak, ami az hektáronként számítva egy elég kemény összeg, lehet, hogy Európa más jól lakottabb részein ez egy viszonylag normális ár. Nyilván, aki jogszabályt sért, az bűnhődjék, de hogy azért az arányos összege azért nekem efelől némi kételjen van, hiszen a legfőbb szempont az, hogy a magyar bor az jó minőségű magyar bor gyarapodjék, ehhez ugye jó minőségű magyar szőlőkkel, erős állami támogatással, a lehető legmaximálisabb mértékig elmenve, ahogy ezt az osztrákok is tették. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok jövőt kívánok a magyar bornak. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, kíván-e még valaki